A sportpoharak a világ több mint 35 országában már 25 éve népszerű, Magyarországra azonban csak 5 éve érkezett meg. Sport, mert van szabályrendszere. Játék, mert lehetőséget ad a szabadidő aktív és jókedélyű eltöltésére, ám a sportpoharakra alapszik egy oktatási módszer is, hiszen a színes műanyag poharak pakolgatása közben az agyműködés serkentése fokozódik, a jobb és bal agyfélteke aktivizálódik, koncentrálódik a figyelem. Felhasználási részét tekintve rettentően széleskörű, a mindennapos testnevelésétől kezdve a számok világától, a betűk világáig memóriát fejleszt, szervezetet fejleszt, kétkezűséget, szemkész koordinációt, finom motorikát és mechanizmust, úgyhogy tényleg csak sorolni tudnám a jó tulajdonságait, és hát ezért is sikeres tulajdonképpen, és ezért is használják mára már több mint 120 intézményben Magyarországon. A Nemzetközi Sportpoharak Szövetség már évek óta rendezi meg a Stack Up, azaz halmozd fel elnevezésű tömegsport eseményét. Ezen alkalmakkor igyekeznek újabb és újabb világrekordot megdönteni, bevonva a világ minden táján sportpoharazókat. Mai nap 650 ezeren regisztráltak, 635 ezeren, bocsánat, úgyhogy valószínű, hogy a hitelesítés után kiderül, hogy sikerül ez új Guinness World Record-ot felállítani, ami 610 ezer résztvevővel számol. Magyarország ötödszörre kapcsolt be, Nyíregyháza először, ugye, és hát büszkék vagyunk arra, hogy több mint 7000 regisztrált résztvevővel tudunk ez a rangos kísérlethez hozzájárulni. A 7000 magyarországi jelentkezőből közel 700-an nyíregyházi gyerekek voltak, valamennyien jókedvel, koncentrálva rakosgatták a sportpoharakat egymásra, vagy éppen egymás mellé. Fantasztikus! Valaki meg szeretné próbálni még? A rekordkísérlet eredményességéről várhatóan egy hét múlva kapnak értesítést.